Sziasztok! Itt vagyunk Hadházi Ákossal, és a kivételesen az öveges programról fogunk mondani pár talán érdekességet. Talán aki figyelte a, úgymond az én munkásságomat, az tudja, hogy az egyik legelső ilyen eset az öveges program volt. És az öveges programmal én még 2014-ben, sőt, még fideszes koromban találkoztam, amikor behozta a polgármester az egyik frakció ülésre, hogy van itt egy tanterem felújítása, valami öveges program, és akkor kérdezték, hogy akkor ez micsoda, és máig emlékszem, hogy azt mondta, hogy hát nem tudja, de a pokorinak a bulia. Tehát ez, én akkor találkoztam ezzel először, és aztán utána már nem voltam fideszes, de a 2014-es választások előtt adtak át egy tantermet Szekszárdon, a Szekszárdi gimnáziumban. Az újságban olvastam, és ott le volt írva, hogy nem tudom, 300 millió forint tért adtak át egy ilyen kémia, biológia, fizika oktatásra alkalmas tantermet. És ahogy régen volt ez a klasszikus Márkus László, talán Sota Irénnel egy kabaré tréfájuk, amikor szétszedtek egy fotelt, hogy mi kerül ennyibe, akkor én is elkezdtem megnézni, hogy mi kerül ennyibe, és ugye bődületes dolgokat találtam. Maga a tanterem építése, maga az építési munka az ilyen 30 millió forint körül jött ki, bútorokat tettek még bele 20-25 millió forintért, és az összes többi ilyen kamu tétel volt, például tanterem foglaltságot nyilvántartó szoftverre is ment 25 millió forint, vagy megiratták ebben a városban, és kiderült, hogy 43 másik városban is a munkafüzeteket, ugyanazok a kísérleteket leírták 43-szor, és még 25 millió forintot fizettek a szövegszerkesztésére is a megírt tankönyveknek, és aztán még 25 millió forintért írtak róla egy tanulmányt, hogy sikerült. Na most ezek önmagukban is érdekesek, de aztán amikor megnézegettem, hogy akkor más városban hogy történt, ez kiderült, hogy 43 helyen történt ugyanígy, Budapesten is több gimnáziumban és az országban is összesen 43 gimnáziumban ugyanúgy történt, és még érdekesebb, hogy amikor én nekiültem és két nap alatt kigyűjtögettem, hogy akkor milyen cégeket hívtak meg ajánlattételre, tehát kiket kértek meg, hogy például a tanterem foglaltság szoftvert, vagy nem tudom, a szövegszerkesztést megcsinálja, még véletlenül sem egy helyi, abban a városban működő számítástechnikai céget, vagy tanárokat kértek volna meg erre, hanem egy céghálózat tagjait, és egymástól akár több száz kilométerre levő városokban ugyanarra a feladatra ugyanazt a három céget választották ki, akiknek semmi közük ahhoz a faluhoz nem volt. Na most ebben tettünk feljelentést, ebben el is indult egy nyomozgatás, és én néhány év múlva kaptam egy levelet a Közép-Dunántúli NAV nyomozóktól, amelyikben leírták, hogy itt nagyon komoly visszaélések vannak, már nem csak gyanúkról beszéltek, hanem tényleg teljesen nyilvánvaló csalásokról, ami persze nem volt újdonság, de ami legfontosabb, hogy azt is leírták, hogy ez csak akkor működhetett, hogyha ezt valaki központilag szervezte. Tehát máshogyan nem jöhetett volna létre, és ez a lényeg, hogy nem tudom én, Békés Csabán, Zalaegerszegen és Szekszárdon ugyanazt a három céget hívják meg tanterem foglaltság szoftver kialakítására. Ez csak akkor lehetett, ha valaki megmondta ezeknek az önkormányzatoknak, hogy figyelj, erre ez kell, arra az kell, arra meg amaz kell. És erre hivatkozva ők továbbadták a nyomozást a központi NAV nyomozóknak, aztán persze ők továbbadták a Dél-Dunántúliaknak, és aztán sok év múlva néhány embert ítéltek el azért, mert nem tudom, három gimnáziumban ugyanazt a tankönyvet adták el háromszor, de közelébe sem mentek a valódi elkövetőknek, közelébe sem mentek például Pokorninak, akiről én azt hallottam már ezelőtt 8-9 éve, hogy ez a Pokorni bulia volt. És most jön ugye a slusszpoén, ami miatt ugye itt vagyunk a kétfarkú kutyapártnak a székházában, hogy elnök úr, 12. kerületi képviselő, egészen komoly munkát végezve, új bizonyítékot talált arra, ami ezt az ügyet egészen komolyan és egyértelműen odaviheti Pokorni polgármester, korábbi miniszter úr közelébe. Ezek annyira komoly
munka alapján annyira egyértelmű bizonyítékok, hogy egyrészt még én is megirigyelném, vagy megirigylem, másrészt pedig talán alkalmas lehet arra, és jogászokkal ezt már vizsgáljuk, hogy visszahozzuk ezt az ügyet, ezek új bizonyítékok, olyan új evidenciák, amiket a nyomozást lezáró dokumentum szerint nem vizsgáltak, és mindenképpen alkalmas lehet arra, hogy ezt az ügyet még előre hozzuk. Egyébként az elévülés, az lehet, hogy közel vagyunk, de nem jutottunk még el az elévülésig. No, hát én bevallom, hogy emiatt a tavaly tavaszi kijelentésed miatt gondoltam, hogy akkor megnézem a 12. kerületi öveges programot, meg ebben Pokorni Zoltán esetleges szerepét. Annyit tudni kell, hogyha hát a Pokorni Zoltán által vezetett intézmények úgymond gazdasági ügyeiről van szó, akkor hát Pokorni Zoltán az igazából Béres István, aki egy kevéssé ismert szereplő, ám ugye hát ő a 90-es években fideszes oktatási szakértőként hivatkoznak rá majd, amikor miniszter, oktatási miniszternek Pokorni Zoltán, akkor nála eleinte tanácsadó volt, majd beruházási kormánybiztosként gründolta ott a nagyobb beruházásokat a minisztériumban, és hát követte Pokorni Zoltánt a Hegyvidékre, ahol 15 éve tanácsadója ott a polgármesteri hivatalban. És hát valószínűleg... Mennyiért a tanácsot? Aztán 1,3 millió bruttó éppen jelenleg az ő fizetése, ugye hát mivel csak tanácsot ad, azért sajnos azt hiszem, neki le kell adni vagyonnyilatkozatot, de az nem nyilvános, úgyhogy ezt így nem láthatjuk. De valóban, tehát aki bárki olyannal beszélünk, aki egy picit is jobban rálát a 12. kerület ügyeire, azért azt tudja, hogy Béres István hozza meg ott a döntéseket. És hát nagyon furcsa volt látni az öveges programnál, hogy a 12. kerületi nyertes cégek, akik egyébként nem csak a 12. kerületben nyertek, tehát akár a Commitment, vagy a Studio Room tucatnyi egyéb helyen is eladta ugye azokat a termékeket új fejlesztésnek, ezeknek hát majdnem mindhez van valami fajta köze Béres Istvánnak. Nyilván Eckler Gergelyt és Guller Zoltánt is ugye elő lehet szedni nagyon sok cégből. Guller leginkább ugye korábban volt tulajdonos, Eckler akkor is volt tulajdonos egyébként, amikor a öveges program zajlott. És egyébként talán az is érdekes, hogy ugye született egy ítélet, ahol három emberről felfüggesztett börtönt kapott, és ők ugye a Hunniareg és a Librum Kft. Által sokszor ugyanúgy eladott segédanyagok miatt történt ez. Most ez az Eckler-féle cég, aki a 12. kerületben nyert, a maga a miniszterelnökség jelentése szerint pontosan úgy ezt csinálta, mint ez a két cég, de valahogy ez ott nem jelentett problémát. No hát, és hát amit látni lehetett, hogy az egyik nyertes cégtől vette az egyik borászati cégét a Béres István, a másik nyertes cégtől a másik borászati cégét vette a Béres István. Volt lakás, ahova rengeteg öveges programban nyertes cég volt bejegyezve, ez később Béres István tulajdonába került. Ráadásul elég furcsán, mert ugye van egy ma hat laknak nevezett cége a Béresnek. Ő két hónappal itt a ingatlan vásárlás előtt kilépett ebből a cégből, a feleségét benne hagyta. Ugye átkerült ez a lakás ehhez a Kft-hez, viszont úgy tűnik, hogy elfelejtették kijelenteni ezt a sok céget, és ez nyilván hülyén néz ki, hogy a kerületi közbeszerzési nyertesek a helyi tanácsadónak, a feleségének, a cégének a lakásában vannak. Úgyhogy gyorsan vissza is került ehhez a Eckler-féle céghez a lakás, kijelentették a cégeket, és utána viszont már így egyezetbe ment Béres Istvánhoz az egész. És a többféleképpen is el lehetett jutni Pokorni Zoltánhoz. Volt olyan cég, aminek a Körnegy László, aki Pokornynak dolgozott, ő volt a szakmai vezetője korábban. Volt olyan cég, amit később a Hegyvidék Média Kft. Ügyvezetőjénél dugtak el, vagy hogy fogalmazzak, ugye a Hegyvidék Média Kft., ami kiadja az önkormányzati Hegyvidék nevű újságot, és hát működteti a Hegyvidék nevű tévét. És egyébként Béres István saját tulajdonú cége is szerepelt övegeses közbeszerzéseken. Öt városban hívták meg, egyébként ugye Pontszexárd volt az egyik, amit talán te is említettél, és ez itt már tényleg ilyen kabaré számba ment, mind az öt közbeszerzésen ugyanaz a három cég szerepelt, mind a három közbeszerzést ugyanaz a cég nyerte meg, és ráadásul úgy, hogy az egyik cégnek az akkori cég székhelye a másik cég tulajdonában volt, majd utána később ez is Béres Istvánhoz került. Valószínűleg egyébként tényleg arról lehetett szó, hogy itt nagyon sok cégre volt szükség,
és ezért a, hát a kapcsolati hálóját úgymond be kellett vonni a Pokorni tanácsadójának, meg hát úgy tűnik, hogy akár Pokorni Zoltánnak is. Általában azért ennél ügyesebbek, tehát nem tudsz ilyen közvetlen kapcsolatot találni egy 12. körbeszerzés nyertessel és a város vezetése között, de az öveges programnál hát ez majdnem minden szépen megtörtént. Nekem, ami ezek közül a legattraktívabb, úgymond is novum, újdonság és komoly bizonyíték az, amikor ezek a cégek, amik látszólag egymástól függetlenek voltak, aztán utána kiderül, hogy a székházuk, vagy székhelyük, ami általában egy belvárosi lakás, az meg hogy nem pont a Béres úrhoz kerül. Ezek olyan egyértelmű és objektív bizonyíték, amelyeket én azt hiszem, hogy önmagában is érdemes újra elővenni és megpróbálni ezzel bemenni. Nézzük meg, hogy mit változott ugye az Európai Unió kérésére a kormány hozzáállása. Nézzük meg, hogy ezeket az új evidenciákat hajlandóak-e vizsgálni vagy sem. Hajrá, és sok sikert kívánunk hozzá! Köszönöm a munkát! Köszönöm! Viszontlátásra!